A nagybányai Németh László elméleti líceum új épülettel bővült, mely ősztől a líceum alapjait jelentik. Óvodacsoportok és elemi osztályok működnek majd a Híd utcai épületben. Végre most már nyilvánosan is elmondhatjuk az örömhírt, hogy a Híd utcában indul a Németh László elméleti líceumnak az az iskola része, ahol 1-4 osztályosok és óvodások fognak tanulni. Ez rendkívül fontos és nagyon régóta vágyott álma a nagybányai magyarságnak, és azt hiszem, hogy igazán sokat vártunk rá, nagyon sok türelemmel és nagyon sok munkával értük el ezt a jó eredményt. A Híd utcai épület visszakerült a református gyülekezet tulajdonába. A magyar közösség szükségleteinek elemzése után a református gyülekezet felajánlotta az épületet a Németh László elméleti líceumnak. A minisztériummal való jogi feltételek tisztázása az új csoportok, osztályok létesítését egy évvel előbbre hozta, mivel a tanügyminisztérium által követelt akkreditáció beszerzésére átszervezés esetén már nincs szükség. A líceum sikeresen pályázott iskolai bútorzat beszerzésére, az épület felújítását és fenntartását pedig az önkormányzat vállalta. A Híd utcai épületbe költözik a cintermi Petredulf általános iskola 4 elemi osztálya, és a Mihály Eminescu a 8-as számú, a 12-es számú, a 25-ös számú napközik magyar óvodacsoportjai. 1-4 osztályosok fognak tanulni, tehát a Petredulfo általános iskolának, a cintermi iskolának a magyar tagozata költözik át, illetve 4 óvodacsoport, a Zeminescu óvodában működő magyar óvodacsoport, napközi csoport, a 8-asban működő napközi csoport, a 12-es óvodában, illetve a Waldorf óvoda indul szeptemberben tőlünk, vagy nálunk, és hát nagyon nagy szeretettel várjuk azokat, akik csatlakozni szeretnének ezekhez a csoportokhoz. Lesz első osztályunk, előkészítő osztályunk, ahova várjuk a beiratkozókat. Igen, nagy szeretettel. Miután a tanfelügyelőség jóváhagyta az iskola hálózatot, a Németh László elméleti líceum felújított Híd utcai épületében egy óvodacsoport, 2 napközi csoport, egy Waldorf csoport, egy előkészítő osztály, valamint a 4 elemi osztály fog működni. A 4 osztálytermen és a 4 óvodatermen kívül egy tornaterem lesz 2 öltözővel, egy díszterem, olvasóterem, számítógépes terem, orvosi rendelő, gyermekpszichológiai, logopédiai rendelő, tanári szoba és étkezőterem. A 2014-2015-ös tanévtől kezdődően a Németh László elméleti líceum óvodától érettségizik, biztosítja a magyar oktatást.